Nagy tisztelettel köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit, a következő percekben pedig a bangladesi sziámikrek szétválasztásával kapcsolatos interjúnk kapcsán fogok beszélgetni kedves vendégünkkel. Csokai Andrással készítettem egy interjút körülbelül 2 héttel ezelőtt, ami kikerült a YouTube csatornánkra, és aztán kaptunk egy megkeresést a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítványtól, hogy ők is szeretnének megszólalni ebben a témában, úgyhogy most ezt az interjút fogják hallani a kedves hallgatók, és nagy tisztelettel köszöntöm dr. Tamási Zsoltot, aki a Cselekvés a Kiszolgáltatókért Alapítvány szóvívője, illetve jogi tanácsadója. Remélem, jól mondtam. Igen, köszönöm szépen, műsorodat, azt mondjuk a felvezetést, én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Azért vállalkoztunk erre az interjú lehetőségre, hiszen az alapítványnak kezdettől fogva az álláspontja, hogy azokra a média megjelenésekre, nyilatkozatokra reagáljon, amelyek ebben a témában, ott esetben a nagy közönség, a széles nyilvánosság elé kerülnek, és úgy érezzük, hogy ott esetben az ott megjelent állítások nem tényszerűek, nem valósak, nem tárnak fel valós összefüggéseket, és emiatt ott esetben félrevezetőek lehetnek azok számára, akik érdeklődnek ez iránt, a műtétsorozat iránt, és nyomon követik ennek a Siamiker párnak a sorsát, történetét. De akkor kezdjük a legelején ezt a történetet, méghozzá ott, hogy a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítványnak mi a szerepe, mi a köze egyáltalán ehhez a műtétsorozathoz, tehát milyen szereplője ő a történéseknek? Igen, azt gondolom, ez egy nagyon jó induló kérdés, hiszen maga az alapítvány 2002-ben éppen abból a célból jött létre, hogy olyan egészségi állapotú vagy gazdasági helyzetű embereknek segítsen, akik nem tudnak tenni önmaguk védelme érdekében, érdekeik érvényesítése céljából. Tehát az alapítvány kezdetől fogva azt tűzte ki célul, hogy úgy idehaza, mint külföldön ennek a pácienskörnek nyújtson segítőkezet, és ingyenes műtéteket, ingyenes orvosi beavatkozásokat tudjon elvégezni annak érdekében, hogy az ő életük, az ő egészségük jobb legyen. Ezek tipikusan égési sérültek, születési rendellenességgel született páciensek, akik esetében helyreállító műtéteket tudott elvégezni az alapítvány. Emellett egyébként számos esetben segített szociális és egyházi intézményeknek abban, hogy orvosi műszerek beszerzésében, gyógyászati segédeszközökben, adott esetben kórházi ágyok beszerzésében segítsen. Tehát minden olyan, amit tulajdonképpen lehetővé teszi, és növeli a gyógyítás minőségét, az egészségügyi ellátás színvonalát. Ez volt a kezdeti cél. Éppen a Cselekvés szó fejezik az alapítvány hitvallását, krédóját, ami azt teszi, és azt hangsúlyozza, hogy tegyünk is azért, hogy ezek az emberek jobb életkörülmények között teljesebb életet élnek. Ugye ezzel az egész bangladesi sziámikrek szétválasztásával kapcsolatos műtétsorozattal kapcsolatosan, ami itt a magyar közvéleményben lecsapódhatott, azon kívül, hogy egy sikeres műtétnek tudható be az, ami történt, azon kívül ez a furcsa konfliktus, ami aztán kialakult. És nagyon örülnék, ha az ön, vagy az önök szempontjából is hallhatnánk azt, hogy mi ennek a konfliktusnak az oka, mi az alapja, egyáltalán miről van szó, mert picit olyan homályosnak tűnik, és nagyon nehéz akár, főleg laikusként egy ilyen orvos szakmai kérdésekben akár eligazodni. Teljes mértékben egyetértek Misodat azt mondja kérdésével, a felvezetéssel is, hiszen azt gondolom, hogy a mai tájékozódás sok során az online média világában gyakorlatilag nagyon sokan tényleg szalagcímek olvasásából, rövid hírek kattintásából nyernek információkat, és valóban, hogyha csak végigkövetném és visszaemlékszek az elmúlt 4 év időszakára, akkor ha én így informálódtam volna a szalagcímekből, akkor azt gondolom, hogy én is teljesen bizonytalan lennék ennek a történetnek a valós olvasata tekintetében, és azt gondolom, hogy talán elvesztettem a fonalat. De egy picit tekintsünk még vissza időben, hogy hogyan is jutunk egyáltalán konfliktushoz, vagy beszéltünk egyáltalán konfliktusról. Hiszen maga a misszió, ugye az előző kérdésnél maradva, az alapítvány szervezésében indult el, és nekünk nem is egy misszióról beszélünk, hanem 2010 óta Bangladesben számos missziót vezetett már az alapítvány. Az alapítvány szervezte meg ugye ezeknek a orvoscsoportoknak a kiutazását és a kinti műtéteknek a lebonyolítását. Több mint 700 műtétről beszélünk az elmúlt időszak missziói során, ahol számos önkéntes orvos, magyar orvos és bangladesi
kollega összefogásából valósultak meg ezek a műtétek. Ugye 17-ben történt meg az, hogy fölkérték az alapítványt ennek a bangladesi sziámi ikerpár szétválasztásnak a megvizsgálására, tehát ekkor merült fel az első kérés és az első szakmai vizsgálat annak, hogy vajon meg tudja valósítani az alapítvány ezt a műtétet vagy sem. És ugye úgy jutunk majd el egészen 2019-re, amikor is augusztusában közel 4 év ezelőtti időpontban megvalósult ugye a szétválasztó műtét, amiről még nyilván sokat fogunk itt beszélni az interjúban. Én azt gondolom, hogy valójában konfliktusról igazából nem is beszélhetünk mindaddig, amíg föl nem merül annak a kérdés, hogy sikeres volt a műtét. És ebben a kérdésben egy nagyon jó álláspontot képviselt az orvos csoport. Eleve, hogy úgy mondjam, becsülte az esélyét annak, hogy ez a beavatkozás milyen sikerrel valósulhat meg. Konkrétan kiszámolható volt, hogy 50% esélye van annak, hogy mind a két gyermek életben marad a műtét során, 20% az esélye annak, hogy az egyik gyermek, 20% mind a két gyermeket elveszti esetleg a műtét során a beavatkozásról. Ehhez képest olyan forgatókönyvek és olyan előzetes sajtóközleményeket készített elő az orvoscsoport, ami ezeknek a valószínűségét és ezeknek a kimenetelét számba véve előre megszövegezte a sajtó felé kiadandó kommunikáció. Tehát nagyon fontos volt, hogy az orvoscsoport ebben a 33,5-es műtétsorozatban akkor már csak arra koncentrált, hogy a műtétet sikerre végrehajtsa, és amikor ennek a műtétnek az utolsó percéhez értek, akkor megszületett az a döntés, hogy az előkészített nyilatkozatok közül melyik megy ki a sajtó számára, hiszen fontos volt, hogy a magyar olvasókat, a magyar hallgatókat, az imádsággal és az együttérzéssel gondolkodókat tájékoztassuk arról, hogy ez a műtét vajon sikerre zárult-e. És akkor, amikor a 33,5-es műtét véget ért, akkor az orvoscsoport úgy ítélte meg, hogy az előre egyeztetett tartalmú közlemény kimehet, és örömmel adhat hírt arról, hogy a beavatkozás sikerre zárult, hiszen mindkét gyermek életben van, és ha bár még nyilván szövődmények elő állhatnak, de tulajdonképpen már a intenzív terápiás időszak kezdődik. Valójában a konfliktus akkor merült fel, amikor Csókai doktor is, kapcsoljuk az ő korábban megtett interjúrára, ő gyakorlatilag úgy értelmezte, hogy ez a kommunikáció talán idő előtti volt, annak ellenére, hogy ez egy előre egyeztetett protokoll volt, és lássuk be, hogy mégiscsak sikerként értelmezhető. Ő úgy értelmezte, hogy ennek a közleménynek a közreadása ott sem befolyásolhatja azt az imádságot, azt a szeretetet, ami körülveszi ezt a beavatkozást. Az orvos csoport többség úgy ítélte meg, hogy ez nem befolyásolja. Ez nagyon fontos része ennek a vállalásnak, de ennyi tájékoztatás mindenképpen objektív volt és tényszerű. Ez volt tehát az első konfliktus, hogy ebben Csokai doktor más gondolt az orvos csoport többi tagjaival szemben, annak ellenére, és ezt mondjuk el ezen a ponton, hogy egyetértés volt abban is, hogy nem kommunikál a missziós csoport egyetlen tagja sem külön önállóan a médiával, hanem egyeztetett és a kommunikációs vezető által irányított folyamatról lehetett csak szó. Ennek ellenére többször előfordult, sajnos már a műtét alatt is, hogy Csokai doktortól több olyan információ ment ki a sajtónak, ami egyfajta élő közvetítést jelentett már a műtétről, illetve nagyon sok esetben olyan képanyagok is megjelentek, amik nem voltak egyeztetve a misszió vezetésével és a műtétsorozat irányítóival. Tehát azt gondolom, hogy a konfliktus innen indult, de valójában egészen addig nem is beszélhettünk érdemi konfliktusról, ami ennyire megosztotta volna ezt az orvoscsoportot. Ugyanis beszélünk egy olyan jogi kérdésről is, ami Szász János rendező úrnak a közreműködésével kapcsolatos, és ez pedig nem más, mint hogy Szász János úr ugye meghívást kapott a misszióra, a bangladesi kiutazásra, abból a célból, hogy dokumentálja és képanyagot készítsen, szakszerű képanyagot készítsen a beavatkozásról. Ez a kérdés nem volt véletlen és nem volt öncélú, hiszen fontos volt, hogy filmre vegyük és dokumentáljuk ennek a beavatkozásnak minden részletét, akár későbbi operációk vagy beavatkozásokhoz kapcsolódóan, akár orvos szakmai, orvos tudományi oktatási célú cikkek és előadások megtartásához. Tehát ez nagyon fontos része volt a missziónak. Ez a felkérés
egy baráti ajánlásra indult, mindenféle gond nélkül lezajlott a kinttartózkodás, az azt megelőző itthoni kezelések alatt. Az első probléma akkor merült fel, amikor az alapítvány azzal szembesült, hogy Szász János úr nem adja át a teljes filmanyagot, nem adja át a dokumentációt, a képi dokumentációt, sőt, az alapítvány részére átadott egyik biztonsági mentést, hogy mondjam, visszakéri, és erre vonatkozóan letiltást, szerzőjogi tilalmat vezet be. Ez egy meglepő fordulat volt, éppen csak hazautazva, éppen csak megérkezve a repülőtérre, már ezzel a problémával szembesült a csoport. Ezt megpróbáltuk akkor nagyon egyszerűen jogi érvekkel és jogi eszközökkel kezelni, hiszen mondjuk el ezen a ponton, hogy a kiutazás megelőzően egyetértés volt ebben a kérdésben. Egyetértés volt abban, hogy Szász János úr átadja a felvételeket minden esetben 72 órán belül az alapítvány részére. Egyetértés volt abban, hogy ez orvos dokumentációs célból készül, és adott esetben, hogyha a műtét sikerrel zárul, akkor az alapítvány és Szász János úr közös egyetértésével elképzelhető egyfajta dokumentumfilmnek a létrehozatala, amely ezt a történetet a maga teljességében a nagy közönség számára is bemutathatja. De ez egy távlati lehetőségként, tehát még csak nem is célként, hanem egyfajta benne rejlő lehetőségként mutatkozott meg, és a felek közötti egyeztetések ezzel kapcsolatban teljes egyetértésben zajlottak. Tehát mai napig tudjuk dokumentálni és tanúkkal igazolni azt, hogy ebben nem volt a felek között véleménykülönbség. Olyan szerződéses részletek kidolgozása váratott magára, ami úgy tűnt, hogy nem elkésett, mert olyan fokú a bizalom a felek között, és olyan egyetértés van, hogy ez akár a műtétet követően is, hogy mondjam, szerződésbe önthető és részletében kidolgozható. A valóság ezzel szemben azt mutatta, hogy minden pozitív hozzáállás, jó és személy együttműködés ellenére a jogi egyeztetések nem vezettek eredményre, és ez a fajta szerződés, ami fő belveiben egyértelműen rögzítésre került, nem tudott szerződéses formát tölteni, végleges szerződéses formát tölteni, és ennek okán tulajdonképpen kialakult egy szerzőjogi vita az alapítvány és Szász János között abban, hogy kiket illet meg ezen felvételeknek a joga. Mondjuk el ezen a ponton azt is, hogy ezek a felvételek részben az alapítvány eszközeivel készültek, az alapítvány által biztosított kamerával, az alapítvány, vagy akár a külföldi bangladesi központi katonai kórház mikroszkóp kameráján keresztül, vagy egyéb ilyen speciális kamerákon keresztül, és persze voltak olyan filmfelvevő eszközök, amelyet a rendező úr hozott magával. Ez nyilván egy komplex kérdés, itt nem is mennék ebbe bele, de egyetértünk abban, hogy ezt a kérdést szerzőjogi oldalról lehet megközelíteni, ami egy polgárjogi vita, és a mai napig ebben, hogy úgy mondjam, nem született végső megállapodás. Több kísérletet tettünk ennek a kérdésnek a békés úton való rendezésére, több esetben mutatkozott előjel annak, hogy ez sikerre zárul, végül mégsem. De visszakanyarodva a konfliktusra, tulajdonképpen ezen a ponton éreztük azt, hogy Csókai doktor hozzáállása megváltozott az orvoscsoporthoz viszonyítottan. Ne felejtsük, hogy Patoki doktor és Csókai doktor, ugye az alapítvány két prominens vezetője, alapítója és egyben korábbi kuratóm elnöke, ugye több évtizedes barátságot tudhat magáénak, és ők a legnagyobb egyetértésben vezették az alapítványt. De amikor például ezek a filmfelvételhez fűződő szerzőjogi kérdések fölmerültek, akkor tulajdonképpen azt láttuk, hogy Csókai doktor a korábban egyetértéssel kezdett dolgokban más álláspontot képvisel, és nem segíti a megegyezést tulajdonképpen Szász Jánossal, hanem még jobban elmélyült a konfliktus azáltal, hogy ő tulajdonképpen nem értette ennek a jogi vetületét, azt gondolom, és nem értette a fontosságát, hiszen számunkra az alapítvány számára nagyon fontos volt, hogy ezen filmfelvételek orvostudományi oktatási célra, karitatív célra használhatóak legyenek, és ez a cél megelőzött minden más filmkészítési, filmelőállítási érdeket és előnyt.
ami ebben az esetben benne rejlett. Ezen a ponton hadd legyen akkor egy pár kérdésem. Ugye Csokai Andrással készített interjúban ő elmondta azt, hogy ő neki később jutott tudomására az, hogy amikor kint voltak itt a műtét sorozat folyamán, az ő általa betanított orvostechnikai segédet félretolták egy olyan fontos szakaszban, amikor a koponyát kellett volna újraépíteni, tehát a csontot, és ez azt a kislányt érinti, aki most jelenleg nincs olyan jó állapotban, mint a másik, tehát ugye a kettő közül az egyikük abszolút egészséges, a másik pedig ennek az egészségügyi állapota azért nem teljesen kielégítő. Most ebben nem is mennék bele, csak arra kérem, hogy akkor reagáljon, hogy ez mennyire tényszerű állítás önök szerint, vagy önöknek mi az álláspontja. Valóban történt ilyen, hogy az ő tudta nélkül, mármint Csokai András tudta nélkül mások végeztek el olyan munkát, amit ő azt gondolt, hogy az ő általa betanított technikai segéd technikai segéd erő fog elvégezni, illetve ha már itt tartunk itt a felvételekkel kapcsolatban, mit lehet most jelenleg tudni róluk, hol vannak ezek a felvételek, mert ugye erről keveset olvastunk, amit ön mondott, hogy Szász János, tehát itt szerződésszegést követhetett ezzel el, hogy esetleg jogi védelem alá helyezte ezeket az anyagokat, vagy nem úgy járt el vele, ahogy előzőleg megegyeztek, viszont arról olvastunk, hogy házkutatást tartott nála a rendőrség, lefoglalt adathordozókat. Azóta sem láttunk ilyen dokumentumfilmet, ami erről az eseményről történt. Tehát mi van most a felvételekkel, és mit tud arra válaszolni, amit Csókai András elmondott nekem az interjúban? Igen, ezek nagyon lényeges kérdések, külön választom a kettőt. Kezdjük akkor az első kérdéssel. Tehát tényszerű az állítás, hogy Csokai András szerint az ő megkerülése tudta nélkül zajlott a koponyaépítés lépései, ez ugye a műtét sorozatnak a legvége, itt már ugye túl vagyunk a idegsebészeti beavatkozáson, az agykérgek szétválasztásán, tehát gyakorlatilag abban a fázisban kell elképzelnünk a műtétet, amikor már a gyermekek szétválasztva és tulajdonképpen a koponya visszaépítésére várnak. Ezeket a felvételeket ugye teljes részletességgel nem ismerjük, hiszen nem kaptuk meg. Ami az alapítvány rendelkezésére áll, azokon a felvételeken egyértelműen látszik, hogy a műtőben két asztal van egy főasztal, ahol még zajlik az idegsebészeti folyamat zárása, és van egy másik kis asztal, mondjuk így, ahol egy hattagú csapat áll, akik a koponyépítést végzik. El kell mondani, hogy ez a műtét egy nagyon szigorú műtéti terv alapján zajlik, amelyben éppen az improvizációnak nagyon kis tere van, de kizárhatatlan, hiszen nyilván nem lehet felkészülni minden nem várt eseményre egy műtétsorozat során. Azt látjuk a felvételken is, hogy senki nincs kizárva ebből a feladatból. Nagyon lényeges, hogy a műtéti terv rögzíti, hogy ezt a beavatkozást kivégzi, és itt nagyon fontos, hogy a műtéti beavatkozást nem más, mint egy háromszor vizsgával rendelkező traumatológus készsebész orvos végzi el, akinek a legnagyobb gyakorlata van a legkisebb csontok pontos illesztésében. Mellette ott áll még egy másik plasztikai sebész, mellette ott áll egy idegsebész kollega, és ott áll még mellette két műtétet segítő mondjuk műtős nő, aki a beavatkozás segíti, asszisztálja, és ott van mellette Csokai doktornak az a művész barátja, akit tulajdonképpen abban a célból vontak be, hogy az ő technikai tudása segítse a koponyépítést. Amikor az orvoscsoport szembesül azzal a ténnyel, hogy a szétválasztás eredményeként a koponyacsont elemek nem úgy néznek ki, mint a gondos tervezés során várható volt, teljesen más fragmentumok, teljesen más méretek, teljesen más vastagságok tűnnek elő, akkor egy döntést kellett hozni arról, hogy hogyan építhető fel ez a koponyatető. Ezt a döntést annak fényében is meg kellett hozni, hogy mennyi bőr áll rendelkezésre, hiszen a plasztikai beavatkozás azt célozta, hogy megfelelő bőrfelületet fejlesztenek és tágítsanak ahhoz, hogy majd a szétválasztott koponyákra ugye a bőr elhelyezhető legyen, nyilván mindenféle fertőzés és egyéb komplikációk megelőzése véget. Tehát ott áll egy csapat, aki meghozza azt a döntést, hogy a csontok más mérete fragmentuma okán hogyan lehet megépíteni ezt a koponya zárást. A Csokai doktor által hivatkozott
technikus, mondjuk úgy, hogy művészbarát, mindvégig a műtőben tartózkodik, és semmiből kizárva nem volt. Ő gyakorlatilag mindvégig lehetőséget kapott arra, hogy a saját tapasztalatát, hozzáértését megadja ebben a közös munkában, de hát nyilvánvalóan senki nem kérdőjelezheti meg, hogy egy ilyen beavatkozást egy szakorvosnak kell elvégezni akkor, amikor nagyon fontos a rutin, nagyon fontos a tudás és a sterilitás. Visszanézve és vizsgálva ezt az információt, számos olyan adat merült fel, ami arra utalt, hogy a művész kollega bevonása kapcsán, akinek ugye orvosi végzettsége nincsen, probléma merült fel a sterilitás tartásával kapcsolatban, tehát az egyik fontos szereplője a műtétnek, a holland műtősnő jelezte a teamnek, hogy nagyon fontos a sterilitás fenntartása, tehát egyértelmű volt, hogy ebben a fázisban, ahol teljesen más helyzetet találkozik az orvoscsoport, a szakorvosnak kell végeznie a koponyaépítést. Ne felejtsük el, hogy két kislány fekszik az asztalon a műtét során, Rebeja és Sukaja. Tulajdonképpen a Sukai doktor által megfogalmazott állítás azért is abszurd, hiszen a felvételek ilyet nem igazolnak, hogy bárki kizárva lett volna. A felvételek azt igazolják, hogy mind a két kislány esetében elkészül a koponyaépítés, és hát lássuk be, az egyik kislánynál tökéletesen zárul a koponya, semmilyen komplikációt nem okoz, míg kérdés, akkor a másik kislánynál ugyanez a csapat, ugyanez a rutin, ugyanez a szaktudás miért hozna más eredményt, miért hozna váratlan és szakmaiatlan megoldást. Tehát számunkra semmilyen tényadat nem igazolja a Csókai doktor állítását, és mondjuk ki, hogy jelenleg ennek az állításnak semmilyen objektív tartalma nincsen, soha egyetlen szakértői adat ezt nem támasztotta alá, és azt gondoljuk, hogy nem is támaszthatná alá. Itt még ennek kapcsán el kell mondanunk, hogy a felvételek tulajdonképpen jelenleg úgy tudjuk, hogy a rendőrségi folyamat okán, ugye a házkutatás eredményként a rendőrség birtokában van, már amit fellelt. Erről nyilván nekünk nincsenek információk, hogy mit lehet föl. A rendőrség, nyilván a híradásokból is látunk, abból azt tapasztaljuk, hogy ez eljárás folyik, és azt gondoljuk, a rendőrség végzi a munkáját. Mi azt gondoljuk, és azt reméljük, hogy ebben hamarosan egy tiszta képet kap a nyilvánosság, és ki fog derülni, hogy a házkutatás alapját képező gyanú, az megalapozott-e vagy sem. Az alapítvány részére, a felvételeknek egy töredék áll rendelkezésére, tehát nagyon kevés adatunk van. Ezeket a felvételeket szerzőjogilag nem tudjuk felhasználni, tehát ez egy nagy probléma egyébként, hogy sem az orvostudományi szakcikkek megjelenéséhez, sem azok tudományos publikációjához sem volt felhasználható, sem újabb műtéti tervezésekhez. És tulajdonképpen annak a kérdés, hogy lesz ebből dokumentumfilm, azt kell mondjam, hogy várhatóan nem. Ugyanis egy olyan fokú bizalomvesztés alakult ki az alapítvány és Szász János között emiatt, hogy a korábban megállapodott feltételeket nem tartotta be, hogy ennek az együttműködésnek már nem volt lét alapja. Készült számos olyan film, ezt hogy mondjam el, hogy a Cselekvés Kiszolgáltatókért Alapítvány honlapján számos olyan interjút, számos olyan filmfelvételt megnézhetnek a kedves hallgatók, amely a misszióban közreműködő közel 30 orvos véleményét, saját személyes benyomását rögzíti ennek a műtétsőzetnek a kapcsán. Tényleg megindító és nagyon szép visszaemlékezéseket olvashatunk, illetve hallgathatunk ezekből az interjúkból, amelyből igazán átfogó képet kapunk, hogy hogyan volt megélhető ez a műtét. Tehát ezek a felvételek az alapítvány hivatalos filmkészítő partnerétől, Fuchs Richard úttól származó jogtiszta felvételek, ezekből azt gondolom, hogy nagyon sok emlékezés visszanyerhető. Sajnos így is, hogy a teljes filmanyag nem áll rendelkezésünkre. Ugye a felvételek azért is központi kérdés, mert itt most a nyilvánosság előtt két egymásnak ellentmondó állítás hangzott el, akár ugye az én általam készített interjúkban is, mert az egyikük azt állította, hogy kizártak valakit, a másikuk azt állította, hogy nem, viszont vannak felvételek, amelyek a rendőrség birtokában vannak, akkor ezek szerint jelenleg, de azok tisztázhatnák ezeket a kérdéseket és adott esetben félreértéseket. Na de kicsit tovább menve, mert most már
szalad az időnk, úgyhogy nem sok időnk van már hátra. Ugye önök elküldtek nekünk egy nyilatkozatot, amelyben egyrészt először azt kérték, ugye, hogy vegyük le magát a videót, vagy ezt az interjút, amit Csókai Andrással készítettünk, mert hogy úgy gondolják, hogy a missziónak, az alapítványnak a méltatlan lejáratása a célja Csókai Andrásnak, bújtatott célja, így írták, illetve azt is kérték, hogy ne adjunk teret Csókai András valótlan állításainak, botrányos előadásának közlésével. És ha megnézzük ugye a kommenteket ez alatt a két héttel ezelőtt készült interjú alatt, ott az azért világosan látszik, hogy az emberek nagy százalékának fogalma sem volt arról, hogy, hogy erről az alapítványról van szó, hogy pontosan az orvoscsoportnak kik voltak a tagjai, nagyon-nagyon utána kellett járni annak, hogy pontosan kikről van szó, mert Csókai András nem nevezte meg önöket név szerint ebben a két héttel ezelőtti interjúban. Én nagyon örülök annak, és kívánatosabbnak is tartottam azt a megoldást, hogy inkább beszélgessünk, és legyenek akkor megcáfolva azok az állítások, amiket ő elmondott, és akkor a nagy közönség hallja mind a kettőt, mert egyrészt más fórumokon is megjelentek Csókai Andrásnak ezek a megnyilvánulásai, vagy véleménye, tehát például az Indexen is írt egy véleménycikket, ahol láttam, hogy aztán született olyan cikk is, amely próbálja cáfolni azokat az állításokat. Tehát ez egy sokkal tisztább és kerekebb történet, nem, mint hogyha egyszerűen leveszünk egy ilyen videót, vagy nem beszélünk, nem kérdezzük meg mind a két felet. Igen, nagyon érdekes ez a kérdés, hiszen azzal kezdem a válaszomat, hogy, hogy mi a dinamikája ennek a nyilatkozatsorozatnak a médiában és a mi megélésünkben. Az alapítvány kezdetű fogalmazás mondta Eszkeret, hogy erről a műtétsorozatról objektív tényeket, pontos adatokat szolgáltat. Tudatosan nem ment elébe, nem kereste a szenzációt abban, hogy erről a sikerről hamarabb adjon hírt, mint hogy a műtétsorozat befejeződik, tehát nem kezdte meg, még az időpontját sem tártuk föl pont ezért, hogy a média érdeklődése ne zavarja meg, ne előzze meg a műtét sikeres lebonyítását, hanem azt követően meghatározott rendben szerettük volna a sajtót és a érdeklőket tájékoztatni. Az alapítvány sosem ment elébe annak, hogy belső szakmai kérdésekről, hitéleti kérdésekről, bármiről a széles nyilvánosság előtt folytasson vitát, hiszen ez a csapat, ez egy nagyon szoros együttműködésben, nagyon jó kollégialitásban együtt dolgozó csapat, 33 emberről beszélünk, de mondhatnám, hogy akár szélesebb értelemben 100 a bangladesi kollégákat is beleértve. Tehát ebben a csapatban olyan egyetértés volt, olyan szeretet és együtt lélegzés, hogy föl sem merült, hogy egy vitát ne lehetne csapaton belül megoldani. Abban a pillanatban, hogy ezek a viták a sajtó nyilvánosság elé kerültek Csókai doktor vagy Szász János kommentásában, nyilván az alapítvány abban a helyzetbe került, hogy erre nyilvánvalóan reagálnia kell. Annak ellenére kell reagálnia, hogy nem szeretné ezt a vitát kiélezni, nem kíván egy orvostárssal szemben, vagy egy elismert rendezővel szemben kritikus állításokat megfogalmazni, de eljutottunk arra a pontra, hogy ki kell mondanunk, hogy ezek az állítások nem igazak. Ki kell mondanunk, hogy ezek az állítások minden tényben alapot nélkülöznek. Ki kell mondanunk, hogy ezek az állítások etikátlanok, egyértelműen jogsértőek, és jogkövetkezményeket, hogy mondjam, kiáltóak. Ennek ellenére az alapítvány humánus és katolikus keresztény szemlélete okán is nem törekedtünk arra, hogy minden egyes nyilatkozatra jogorvoslatot kérjünk, annak ellenére, hogy erre persze a jogeszközei megvannak, és ahogy visszatekintek még az elmúlt 4 évre, azt kell mondjam, hogy számos olyan jogérvényesítési eszközt meg kellett tennünk, amelynél már nem volt más választható megoldás. Azt is látni kell, hogy a jogeszközei ezekre a nyilatkozatokra vonatkozóan nem megfelelőek teljes mértékben, hiszen nagyon sok idő telik el addig, amíg sikerül egy helyreigazítást elérnünk, amíg sikerül egy pontatlan sajtóközlést levetetnünk, amíg sikerül egy nyilatkozatot az etikai bizottság elé vinni, amíg sikerül akár más bírósági eljárást igénylő eljárást lefolytatnunk. Mire ezek az eljárások révbe érnek, mire ezek a határozatok jogerősek lesznek, a nagy közönség számára már az rögzül, hogy egy szép, példátlan orvostudományi történeti siker, egy nemzetközi összefogás, egy kultúrákon átívelő vallási összefogás valamiért mégsem jó, mégsem igaz. Tehát gyakorlatilag mi, akik keresztény értékrendel gondolkodunk, különbséget tudunk tenni a jó és a rossz között. Megkérdőjelezni azt, hogy a jó valóban nem jó, és beállítani rossznak, azt gondolom, hogy nem a keresztény értékrendnek megfelelő megközelítés. És itt el kell, hogy mondjam azt is, hogy
hogy gyakorlatilag az összes megjelenésünk nagyon szoros humánus és jogi kontroll mellett zajlik, annak érdekében, hogy ne adjunk teret viszontválasznak, újabb, mélyebb elmélyülő konfliktusnak, de nem tudunk amellett más szemet hunyni, hogy ennyi félretájékoztatás történjen. És itt hagyj emeljem ki például a Magyar Orvosi Kamarának a etikai bizottság által meghozott döntést, ami egy nagyon kulcsfontosságú lépés volt ebben a történetben, hiszen már elfogyott minden eszközünk, amikor a Csukai doktort próbáltuk meggyőzni arról, hogy ebben a kérdésben nincs köztünk vita, és ezek a kérdések nem eredményeznek ilyen véleménykülönbséget. Első körben az Orvosi Kamara előtt egy egyesség született abban, hogy ebben az ügyben nincsen, és nem lehet szakmai vitának teret adni, mert nem látunk szakmai vitára okot adó körülményt. Ezt Csukai doktor is elfogadta, ez a megállapodás szentesült 2021 karácsonya előtt. Rá egy évre, 22-ben újraindult ez a konfliktus sorozat, megindult a nyilatkozatháború Csukai doktor részéről, és újra az etikai bizottság elé kellett vinni az ügyet, ahol a Magyar Orvosi Kamara etikai bizottsága elvileg kimondta, hogy ezek a megnyilatkozások egy olyan szereplőtől, mint a Csukai doktor, aki köztiszteletben álló, elismert szaktekintély, nem hangozhatnak el. Nem hangozhatnak el, és azért nem hangozhatnak el, mert ez alássa nem csak a misszió és a szétválasztó műtét eredményességét, nem csak azért, mert orvosokat, az orvosi misszióban résztvevőket dehonesztál, hanem azért is, mert az egész orvostudományba, az orvosi bizalomba vetett hitet ássa alá, hogyha valaki olyan nyilatkozatokat tesz, amelyeket nem tud alátámasztani, és valljuk, és hisszük, és bizonyítani tudjuk minden egyes eljárásban, hogy ezeket az állításokat csak egy doktor nem tudja alátámasztani, mert nincs alapja, ez az ő szubjektív meggyőződése, aminek nyilván számos oka lehet, amit most itt nem mennék bele, de azt gondoljuk, hogy ezt a nagy nyilvánosság elé vinni etikátlan. Ezt a Orvosi Kamara elvileg kimondta, ha bár ez a határozat mondjuk ki még nem jogerős, hiszen nyilván mindenkit megillette a jó orvoslat lehetősége, de nagyon lényeges volt. És a Csukai doktor az interjúban, amire most reagálunk, azt is elmondta, hogy ott az Orvosi Kamara nem kívánt ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozni, és talán így nyilatkozott, hogy őt nem érdekli, hogy történt-e orvosi bűncselekmény Dakkában. Már maga szó is nonsense, és feltétlenül rossz hiszem, és méltánytalan, hogy ezt így Csukai doktor kiejtette, de na, én ott ültem ezen az etikai tárgyaláson, és pontosan tudom, hogy a etikai bizottságnak nem így hangzott el a mondata, hanem az etikai bizottság arra az állásponta helyezkedett, hogy ő nem tud olyan bizonyítást lefolytatni ebben a pontban, ezen az eljáráson, amit egy bíróság le tudna folytatni. Neki nem ez a feladata, neki ez a feladata, hogy az orvosi etikai kódexsel vesse össze Csukai doktor viselkedését, magatartását, nyilatkozatait, és számos pontban megállapította, hogy nem illeszkedik, nem összeegyeztethető egy orvos hivatásával az, hogy más orvos kollégákra nagy nyilvánosság előtt ilyen megjelenéseket, ilyen nyilatkozatokat tesz, akár névvel, akár név nélkül, hiszen ennek az ügynek már számos előzménye van. Mindenki ismeri a szereplőket, tehát nem lehet elbújni a névtelenség mögé. Ezek a mondatok nagyon károsak. Miért károsak ezek a mondatok? Vegyük végig. Ezek a mondatok azon, hogy ártanak egyes orvosoknak, azon, hogy ártanak a misszióban résztvevő orvosoknak, egészségügyi személyzetnek, akik hihetetlen emberfeletti munkát végeztek. Ők úgy életik meg, hogy ők nem szeretnének több ilyen misszióban részt venni, mert hogyha ennek ilyen utóélete van egy ilyen beavatkozásnak, akkor nyilván nincs az önkéntes, nincs az a karitatív ember, aki hogy mondjam, oda menne, hogy utána ennek részese legyen. Ezek a nyilatkozatok ártanak a bangladesi magyar együttműködésnek, kulturális diplomáciai kapcsolatoknak is egyértelműen. Ezek a nyilatkozatok ártanak a szülőknek is. Ezen a ponton beszéljünk a szülőkről, hiszen sokan nem tudják, hogy az alapítvány és a szülők között van jogi kapcsolat, a szónak abban az értelmében, hogy a szülők, tehát a Rebe és Rukaja, a Sziámi Kertpárok szülei törvényes képviselői, az alapítvánnyal állnak olyan jogviszonyban, hogy az alapítványt kérték föl ennek a műtétnek a lebonyolítására, az alapítványt hatalmazták föl bármilyen egészségügyi adat, a kicsik képmásával, kicsik egészségügyi adatával való kezelésre, gondoskodásra, tehát gyakorlatilag Csukai doktornak egyébként mondjuk ki, hogy semmilyen felhatalmazása joga nincs ezekről az adatokról, ezekről egészségadatokról, képmásokról bármilyen megnyilatkozást tenni. A szülők külön kérték és felszólították a Csukai doktort, hogy tartózkodjon attól, hogy a nagy nyilvánosság előtt olyan nyilatkozatokat tesz a gyermekekről, amik velük nem egyeztet, ami az ő egyetértésükkel nem párhuzamos, és gyakorlatilag az alapítvány megkerüli.
Ennek a felszólításnak a mai napig nincs eredménye. A mai napig nem tudjuk elérni, hogy Csokai doktor ebben a kérdésben tartsa magát ahhoz, amit a szülők kérnek a gyermekeik vonatkozásában. Tartsa magát ahhoz, amit a szerződések rögzítenek. Nem tudjuk elérni, mert ő úgy érzi, hogy ebben a kérdésben ő nyilatkozhat. És végezetül hagyjam ki az alapítvány helyzetét. Ez az alapítvány 2002-es alapítás óta nagyon kis költségvetésből gazdálkodott, mikroadományokból sikerült felépíteni azt, hogy ezek az orvosok ki tudjanak utazni Bangladesbe. Közel 7000 kilométeres távolsága, óriás költség, személyeket utaztatni, logisztikát szervezni, kintartózkodást megoldani. Az orvosok sok esetben saját fizetésüket áldozták arra, hogy ki tudjanak menni és gyógyítani tudjanak rászorult embereket. Ma az alapítványnak nincs bevétele. Ez a történet, ami az elmúlt 4 évben zajlik, előidézte azt a helyzetet, hogy az alapítvány gyakorlatilag teljesen forráshiányossá vált. Nem tudunk megszervezni újabb missziót, nagyon nagy nehézséget jelent támogatókat szerezni egy olyan ügy mögé, ahol az alapítvány neve ilyen összefüggésekben, ilyen szalagcímekben, ilyen szavakkal összefüggésben kapcsolódik, annak ellenére, hogy számos beteg, rászoruló ember várja kint ezeket az orvosokat újra és újra, akiknek nem lenne lehetőségük meggyógyulni máshogy, csak az ő beavatkozásuk útján. Tehát ennek olyan széles és messzeható hatása van ennek a felelőtlen nyilatkozati folyamatnak, sorozatnak, hogy talán sokan nem is látják, és nem is gondolnak bele, hogy ez mit eredményez. Végezetül annyit hagyj emeljek ki, hogy itt, amikor Csokai doktor tulajdonképpen most már ebben a fázisban nem is csak azt hozza föl, hogy sikertörténet volt-e a műtét, ami az első konfliktus forrást eredményezte, nem is azt hozza föl, hogy ott esetben nem készül film, és a Szász Jánossal egyetértésben esetleg nem érti a filmek szerzőjogi kérdéseit, hanem tulajdonképpen mondjuk így, hogy bűncselekménnyel és orvosi műhibával vádol meg orvosokat, azokat az orvosokat, akik a legnagyobb felelősségvállalás, a legnagyobb gondoskodás, a legnagyobb szakmai tudásuk mellett a legtöbbet hozták ki ebből a műtétből. És ezek a nyilatkozatok, ezek tényleg gyakorlatilag már olyan súlyos nyilatkozatok, hogy ez már tényleg a bírósági eljárást elkerülhetetlené teszi. Nem értjük azt, hogy miért vállalkozik Csokai doktor arra, hogy ezek a nyilatkozatok tényleg bírósági eljárások mentén ítéltessenek meg, és ezeknek a következményét nem értjük, hogy miért vállalja magát. Mert ennek következménye lesznek, tehát az alapítvány kénytelen jogorvoslatot kérni, és jogorvoslatot fog tenni minden olyan esetben, ahol ezeket az orvostársakat ilyen nyilatkozatokkal illetik, mert méltánytalan, etikátlan és jogszerűtlen. Tudnék még mit kérdezni, mert ennek az ügynek azért van nagyon sok szempontja és nagyon sok rétege, ha így tetszik, főleg amik a nyilvánosságban ugye elhangoztak, akár a Csokai interjú kapcsán is, de muszáj lezárnom, mert többszörösen túlléptük az időkeretünket. Én nagyon örülök annak, hogy végül tudtunk beszélni, mert azt gondolom, hogy így kerek a történet, hogyha Csokai András megszólalt már ebben az ügyben, akár ugye az Indexes cikkére gondolok, akár a nálunk tett interjúját, akkor önöket is meg tudtuk ebben kérdezni, és világos képet kaphatnak, vagy egy kerek képet kaphatnak a hallgatók, olvasók erről az ügyről, mert úgy látom, hogy azért nagy érdeklődésre tart számot az, hogy mi is történt is, és nagyon sokáig számomra sem volt teljesen világos, hogy ki hol áll, ki egyáltalán ebben a történetben. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elvállalta ezt a beszélgetést, és az önök álláspontját is megismerhettük, dr. Tamási Zsolt, a Cselekvés a Kiszolgált Tatottakért Alapítvány jogi tanácsadója és szóvívője volt a vendégünk. Én nagyon köszönöm a meghívást, és hogy megengedi még egy mondata hazárom és a beszélgetést, és hogy ragadja meg az alkalmat, hogy ezen a ponton is hogy higgyem azt, és hogy bízok abban, hogy a józanész és a szeretet ereje és a keresztény értékrend segít bennünket abban, hogy ebben az ügyben tisztálásunk, és ezúton is hiszek abban, és a Csokai doktor is hallgatja majd ezt a felvételt, bátorítom őt abban, hogy sikerüljön megtalálnunk a megértést, sikerüljön az a megtérés, amit ő is keres ebben az ügyben, és miközben nagyon sokszor hangsúlyozza az ellenség szeretet szerepét, én nagyon fontosnak tartom, hogy tényleg ennek a szellemében tényleg a szelídség és a vita elkerülése vezérelje az ő viselkedését is. Ebben a kezdettől fogva és most is én felajánlom, hogy ebben az alapítvány és annak minden tagja, missziós partnere érdekelt, hogy ez az ügy nyugópontra jusson, és tényleg az eredmények és a tanulságok pozitívan
éljenek az emlékeinkben. Én ezt kívánom, és köszönöm szépen az interjú lehetőséget. Mi is köszönjük a viszonthallásra. Viszonthallásra.